Testtömeget mérnek a bevásárlóház folyosóján, de nem az új őszi kollekció próbája előtt. A koronavírus miatt két évig nem tudták, de idén ismét megtartották a Szívvilágnapját Nyíregyházán. 2000-ben indult el világszerte a kezdeményezés, hogy az egészségügyi szervezetek minden év szeptember 29-én felhívják a figyelmet a szív- és érrendszeri problémák megelőzésének fontosságára. A Józs András Oktató Kórház dolgozói a nyíregyházi Korzó bevásárlóközpont épületében várták ingyenes vizsgálatokra az érdeklődőket, akik vérnyomást és vércukorszintet is mérhettek, sőt, dietetikai tanácsadáson is részt vehettek. Sajnos most is még a világon mindenütt, így Magyarországon is, a halálozási okok terén az első helyen a szív- és érrendszeri betegségek állnak. Jelenleg is évente a világban több mint 17 millióan halnak meg szív- és érrendszeri betegségben. Magyarországon 2020-ban 43 ezer halálozást okozott ez a betegségcsoport. Az óriási veszteségek mellett fontos probléma a fizikai képesség csökkenése, esetleg a munkaképesség elvesztése is. Szintén egy nagyon fontos szempont, hogy ezek a betegségeknek az ellátása, kezelése egy óriási társadalmi terhet is jelent. Az egészségbiztosító 2020-ban több mint 200 milliárd forintot költött ezeknek a betegségeknek a kezelésére, a diagnosztizálására. Szűcs Attila hozzátette, a szív- és érrendszeri betegségek tekintetében a halálozási statisztikák szerint Magyarországon az elmúlt 10 évben 14%-os csökkenés történt, a sztrókok tekintetében pedig 21%-os a halálozási csökkenés. Ezzel együtt Franz Mónika az egészségtudatos életmód kialakítására hívta fel a figyelmet. Két dolog az, amit azt hiszem, hogy közismert, de nem győzzük hangsúlyozni, az egyik a táplálkozás, a másik pedig a testmozgás. Ez a kettő dolog az, ami alapvetően meghatározza egy embernek az egészségi állapotát. A táplálkozásban nagyon fontos annak a tudatosítása, hogy mennyire fontos egyrészt a változatos étrend, másrészt a nem túl sok étrend. Tehát vannak különféle dietetikai tanácsok, különféle iskolák, amik azt mondják, hogy kevesebb szénhidrátot együnk, kevesebb zsírt együnk, számoljuk a kalóriákat. Alapvetően azt kell tudni, hogy a mai civilizációban, ebben a világban, amiben mi élünk, sokkal, de sokkal többet eszünk, mint amennyi elég lenne. És ha már odáig el tudunk jutni, hogy mondjuk csak akkor együnk, ha éhesek vagyunk, vagy ha nem a megszokott halom kaját tesszük a kajánkra, hanem egy kicsit kevesebbet, ezzel már nagyon komoly módon tudunk tenni az egészségünkért. A szakember hangsúlyozta, a rendszeres mozgással egyebek mellett a szív- és érrendszeri megbetegedések is megelőzhetők, sőt, akár vissza is fordíthatók. Nagy szerepe van az egészség fenntartásában annak, hogy mennyire használjuk az izmainkat. Az izmok rendkívül dús kapilláris ellátással vannak megáldva, vagy úgy tudnak működni, ezért az erőteljes mozgás az nagyon komoly keringés aktivizálást okoz. Ugyanakkor az is egy nagyon jól megfigyelt tény, hogy például ha valakinek magas a vércukorszintje, de még nem annyira, hogy akár ki lehessen mondani a cukorbetegséget, vagy inzulinterápiára lenne szükség, akkor egy rendszeresebb mozgással pusztán az izmok olyan intenzív cukorfelvevő és elhasználó feladatot látnak el, hogy teljesen vissza lehet fordítani ezt a folyamatot. Megkérdeztük a szakembereket, hogy a szóban forgó betegségek mennyiben örökletesek, és mennyiben tekinthetők az életmódunk következményeinek. Szűcs Attila úgy fogalmazott, az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO adatai alapján a kutatók úgy vélik, a szív- és érrendszeri betegségeknek mintegy 80%-a megelőzhető lenne.